nagyanyám házában laktunk, a szabolcsi tanyavilágban, és az első élményem természetesen a tanyavilághoz kötődik. Volt ott egy patak, oda jártunk fürödni, halat fogni, és hát barangoltunk ott a réteken, mezőkön. Gyermekkorom gyalogútjai azok a természeti világhoz kötődnek, csupa szegény emberek éltek arrafelé. Ott tanultam az anyanyelvet, és ott tanultam nagyon sok népdalt, mert édesanyám és nagyanyám is nagyon szépen énekelt régi népdalokat, de a környéken mindenki. Mondja, milyen világ lesz itt? Ismeri maga azt a sapkás ember? Mondtak itt róla egyet mást. Igen, de... Kommunista, nem? Az vagyok. Most épp annak mondja magát. De van ennek több szakmája is. Volt ez már gulyás, kubikus, citerás, rossz nyavaja. Nekem semmi közöm hozzá, mert elvitte a gabonámat mindegy szemig. De hát ott húzta meg magát a malomnál. Mert ilyen a magam fajta, csak a gyerekért vállal mindent. Az én fiam is építész. Mérnöknek tanul, felkelő. Táviratoztam neki, hogy az anyja halálán van, de hát azt hiszi, hazajött. Mondja a pofájába, mit érdemelnek az ilyenek? Hiszen ott van Bánó Fülöp, igazságos ember. Kezet csókolsz ennek a jó embernek, te rendőr vagy, megdög lesz. Annak a sapkás embernek is annyi gyereke van, mint a nyúlnak. Láttam, kint voltunk nála a rendőrért. Pofán öntött moslékkal ezzel a vödörrel, né? Többet mondok magánál, mert hogy a rendőr lőtte le Csere Mihályt, mégis ezt az embert hurcolták meg. Csak azért, mert ott ült a lócán. Csak ugyan? Nem éppen üdülőben voltam 852 napig. Lehet, hogy valamelyik falon kopogtunk egymásnak. Vetköztessük le őket, zabáltassuk meg velük ezt a kenyeret. Fiatalember, mi tiszteljük egymást. Azt mondta ez a forradalom a miénk. Annak van igaza, akinél a fegyver van. Tudja, ez egy kicsit visszás. Idegenek ebbe a faluba még sose jöttek kapálni. Intézkedni meg mindig eljönnek. Én nagyon tisztelem a természetet, és nagyon híve vagyok nem csak az emberek közötti békének, hanem az ember és a természet közötti békének is. Erősen hatott az én gondolkodásomra a zen filozófia és az egész zen kultúra. És most az a megtiszteltetés ért az utóbbi években, hogy először Japán nagyvárosaiban, Tókióban, Kiotóban, Oszakában, Nagoyában, stb. Egyetemeken a fotós életművemet bemutatták, és ilyen vándorkiállítás lett belőle. És láttam a fogadtatását. Aztán utána Hódmezővásárhelyen az Alföldi Galéria, épp most egy éve, 10 termet, a múzeum összes termét megnyitotta a fotóimnak. És számomra nagy megtiszteltetés volt, mert én nem tekintem magam fotóművésznek vagy ilyesminek. Ez csak úgy, mint az ember ír naplót magának. Ezeket én saját magamnak készítettem. De a képek világosan mutatják, hogy egy magyar ember az élete során milyennek látta a világot.